A Pécsi MCC-ben ezúttal egy rendhagyó és érdekfeszítő beszélgetésnek lehettünk tanúi. Többek között arra is kereste a beszélgetés a választ, hogy mi adja Pécs egyedi építészeti arculatát, miért olyan jelentős a város, ami az építészetet és a világhírű építészeket illeti. A fragmentumok is, tehát a töredékek is hordozhatják azt a fajta kisvárosi hangulatot, barokkos hangulatot, ami otthonossá teszi, ami kontinúussá teszi mondjuk úgy Pécsnek az épített örökségét. Ugyanakkor hát persze a fejlődés megjelenik, és ez a nagy kihívás, hogy tudunk úgy mondjuk egy meglévő épületet bővíteni, vagy ne agyis egy olyan új épületet csinálni, amelyik nem a kontraszttal, nem az abstrakcióval próbál reagálni a történeti környezetre, hanem valamilyen finom módon elkezdi ezt idézni. Szerintem Pécs építészete ebben a szempontból szerencsés. Nyilván a napjaink technológiai, gazdasági és mondjuk úgy, hogy jogszabályi kihelyezettségek azért nem segít ezen a szituáción. Ez azért nagyon nagy mértékben tervezői és megrendelő elhivatottság is. A rendezvény igazi különlegességét pedig az adja, hogy a látogatók megismerhetik, miként nyeri vissza régi fényét a Nemzeti Kaszinó a Király utcában. Masszi Pál a Nemzeti Kaszinó tervezője, amely az MCC Pécsi Király utcai képzési központja lesz. A tervezés fókuszai közül az elsőként a régi homlokzat rekonstrukciója lesz, mert most csak 66%-ban látható az, amit megálmodott Kirstein Ágoston 1890-es években, amikor ezt kitalálták, és azt visszapróbáljuk építeni a régi fotók, régi tervrajzok alapján, kézműves mesterekkel, hogy a régi fényben pompázzon a főhomlokzat. Ezen kívül hasznos adataink vannak a nagy teremről, ami az emeleten van, ezt bálteremként is használták, későbbiek során is volt több funkciója, most plenáris funkció vagy egyéb mulatási funkciója is lehet neki. Annak a belsejét is szintén a régi fotók alapján rekonstruáljuk. Az egyéb részek pedig azért érdekesek, mert ott a mai gondolkodást és jó építészetet használtuk abban, hogy társművészekkel, kerámiával, üvegművészettel felöltöztetve egy szép felvezető utat találjunk a nagy terem a homlokzat között. Funkciójában a földszint nyitott lesz a pécsi közönség számára. Kávézó, beszélgető, olvasó és pódiumbeszélgetéseknek ad otthont, tette hozzá Masszi Pál építész. Az északi oldal, a Mária utca az egy kollégium lesz az itt tanulóknak, és közte is lesz még egy szárny, ami oktatási részleteket tesz magába. Ami még egy érdekesség, hogy régen itt volt a Kacsás kút, ami most a Zsolnay Múzeumban található, és ezt az MCC segítségével visszatehetjük ebbe a helyre, tehát készül egy másolat, nem úgy kell érteni, hogy eljön a Zsolnay Múzeumból, hanem egy újabb reprodukció nyomán, ez visszakerül a kertbe, és a sétaút mentén mindenki számára látható lesz működésében. A kivitelezési közbeszerzési eljárása a napokban indult meg, ez azt jelenti az én tapasztalatom szerint, hogy évvégére lesz kb. Egy győztes, mert ez nem egy könnyű folyamat, tehát késő ősszel évvégén. Ezért a munkálatok vagy télen, vagy tavasszal kezdődnek, és először még van egy régészeti rész, mert még egy ásatási dolog is van, de az lezárulhat szerencsésen egy-két hónap alatt, ha nagyon nagy dolgot találunk, akkor lehet, hogy tervezést is módosítja, de reméljük, hogy nem, mert azért volt előzetes vizsgálat, és akkor a kivitelezés, ha megindul, az egy másfél év, tehát becsületesen vagy tapasztalat alapján 2026 tavasza nyara lesz, amikor birtokba vehető ez az új létesítmény. A Pécs és a hely szelleme építészetről szabadon című beszélgetős est alkalmával szó volt még a tanulás tereiről, az építészet és képzőművészet egymásra hatásáról, a minket körülvevő épített környezetről.